Épülő lakópark Budapesten. Az elmúlt években az ingatlan piac szárnyalásával a hitelezés is felfutott. Sokaknak azonban a koronavírus járvány miatt elapadtak a bevételeik, így a törlesztő részleteket sem tudnák fizetni. Orbán Viktor a múlt héten jelentette be, hogy a törlesztéseket ezért felfüggesztik. A kormány rendelettel a cégek és a magánszemélyek márciustól évvégéig, vagyis 9 hónapig nem kell, hogy fizessék a hiteleik törlesztő részleteit. Azonban mivel ez alatt is a bankok pénzét használják, a kamatokat ki kell fizetniük utólag. Ez vagy úgy lesz lehetséges, hogy megnő a havi törlesztő részletük, vagy marad a törlesztő részlet, de a futamidő lesz hosszabb. A Nemzeti Bank az utóbbit javasolja. Vigyázni kell arra, hogy a törlesztő részlet a moratórium lejárta után nem emelkedhet, nem lehet nagyobb, mint az eredeti törlesztő részlet. Tehát ez azt jelenti praktikusan, hogy a bankok ki fogják húzni a futamidőt, és a futamidőn el fogják osztani azt a kamatot. A Bankmonitor úgy számol, hogy egy átlagos 20 millió forintos, 20 évre 5% kamattal felvett hitel esetében 131.991 forint a havi törlesztő részlet. Moratórium nélkül az ügyfél 31.667.000 fizetne vissza, moratórium után viszont 33.852.000. A több mint 2 milliós különbözet ebben a példában 16,5 hónappal hosszabbítja meg a futamidőt. Többet fizetni tehát nem kell, de tovább kell törleszteni. Ez a kamat hatás, ami miatt ennyivel többet fizet vissza, viszont úgy látjuk, hogy mindenképpen kedvező az, hogyha rossz jövedelmi helyzetbe kerül valaki, akkor nem kell az adott havi törlesztő részleteket 9 hónapon keresztül fizetni. A bankszövetség is arra készül, hogy az ügyfelek többsége ezt a megoldást választja majd. Abban az időszakban, amikor már az ügyfelek jó eséllyel munkához jutnak ismét, a gazdaság ismét beindul, akkor ne legyenek túlterhelve, hanem azonos törlesztési termet tudják a korábban felvállalt terheiket fizetni. A jegybank ezt nem tenné kötelezővé, dönthet úgy bárki, hogy tartja a futamidőt, és inkább vállalja a magasabb törlesztő részlet fizetését.